Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket az Árnyék Kormány sajtótájékoztatóján. Mostanra hivatalossá vált, hogy 2024 első napja egy újabb kormányzati megszorítással, a jövedéki adó emelésével fog kezdődni. Az adóhatóság tegnap tette közzé, hogy január 1-től 41 forinttal fog drágulni a benzin és a gázolaj a kutakon, és ahogy lenni szokott, a benzin áremelés természetesen tovább fogja emelni az árakat a boltokban. Hiába esik folyamatosan a kiskereskedelmi forgalom, hiába teszik le egyre többen az autójukat anyagi gondok miatt, az Orbán kormány újabb megszorítással önt olajat a tűzre. Amikor januárban majd bebizonyosodik, hogy a megszorítással csak még nagyobb lett a baj, és az arra adott válasz ismét egy kormányzati megszorítás lesz. Éppen ez a baj a megszorítások politikájával, hogy a megszorítás spirálba löki az országot. Az Árnyék kormány szerint az lenne a szociáldemokrata megoldás, ha a kormány emelés helyett csökkentené az üzemanyagokon lévő adót és csökkentené az alapvető élelmiszereken lévő áfát. Ezzel meg lehetne fékezni az áremeléseket, ezzel egy időben pedig meg lehetne kezdeni a bér- és nyugdíjemelést, hogy az embereknek újra legyen pénzük beindítani a gazdaságot. Ez a kormány azonban nem a gürcölő magyarokat, hanem a milliárdos elitet szolgálja. Éppen ezért Dobrev Klára vezette Árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Áremelés helyett bér- és nyugdíjemelést, adóemelések és megszorítások helyett adócsökkentéseket, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. Csak így fogunk tudni talpra állni az Orbán rendszer után. Van abban valami szimbolikus, hogy alig virrad ránk az új év január 1-én már is egy kormányzati megszorítással fogunk találkozni. Ez a döntés nem Brüsszelben, hanem Budapesten a Karmelitában született meg, és nincs mögötte semmilyen kényszer vagy szükségszerűség, csak politikai rövidlátás. Mára Orbán Viktor és kormánya jelentik a legnagyobb veszélyét a magyar gazdaságra, hiszen az egymást érő megszorításokkal megszorítás spirálba lökték az emberek, a családokat, az időseket és a magyar vállalkozásokat. Míg a leggazdagabbak most is gazdagodnak, az országot működésben tartó gürcölő magyarok csak fizetnek, fizetnek és fizetnek, méghozzá egyre többet. A szociáldemokrata fordulatig ez így is fog maradni. Az Árnyék kormány szerint emelés helyett csökkenteni kellene az üzemanyagokon lévő adót és az alapvető élelmiszereken lévő áfát. Ezzel meg lehetne fékezni az áremeléseket, és ezzel egy időben meg lehetne kezdeni a bér- és nyugdíjemelést, hogy az embereknek újra legyen pénzük beindítani a gazdaságot. Ez a kormány azonban nem a gürcölő magyarokat, hanem a milliárdos elitet szolgálja. Éppen ezért Dobrev Klára vezette Árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Áremelés helyett bér- és nyugdíjemelést, adóemelések és megszorítások helyett adócsökkentéseket, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. Csak így fogunk tudni talpra állni az Orbán rendszer után. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!